Szép jó estét kívánok! A Magyar Újságírók Országos Szövetség és a Magyar Onkológiai Intézet médiapályázatán nagyszerű fehérvári siker született. Séda Szilvia, a Fehérvár Televízió szerkesztő rendezőinek Gyógyult utakon című filmje nyert el a pályázat fődíját, amelyet szombaton vehettek át a Linfonia világnapján Budapesten. Még egyszer szép jó estét kívánok! Vendégem pedig természetesen Séda Szilvia. Szervusz, Szilvi! Szia Lajos, köszöntöm én is a nézőket. Más elfoglaltságok miatt nem lehet itt Zsidai Ádám a film operatőre, illetve nagyszerű vágóbarátunk sem. Sajnáljuk. Nos, ez egy nagyon megrendítő, én azt gondolom, hogy a mélységet megmutató film. Kezdjük az elején. Honnét jött a gondolat, hiszen azt hiszem, hogy egy ilyen filmet végigcsinálni, az mindenképpen a mélységeket kutató és rendkívül érzékeny téma. Valóban az. Hát ebben az évben azt hiszem, hogy ilyen április-május környékén lehetett, amikor Nagy Zoltán Péter felettesem odajött hozzám egy pályázati kiírással, és azt mondta, hogy ez az, amit neked kell megcsinálni. Úgyhogy rögtön kaptam a feladatot, és nem is az, hogy kötelező jellege, mert nyilván, ha azt mondom, hogy nem szeretném megcsinálni, akkor odaadta volna valaki másnak, de ugye nálam is van egy olyan körülmény, ami miatt engem arra alkalmasnak tartott, hogy hát, ha én ezt a témát másképpen erről tudom kezelni. Erről azért essék szó. Igen, hát ugye sokan tudják rólam a nézők közül is, mert nem rejtettem eddig sem véka alá, hogy én is egy daganatos betegséggel megküzdöttem. Szerencsére mondhatom, hogy gyógyult vagyok, most már lassan a második születésnapomat ünneplem ebben a tekintetben, és hát igen, az a dolog, amin ők a filmem szereplői átestek, azokon én is átestem. Nem is akarom összehasonlítani, hogy ők mennyire, meg én mennyire, de úgy azért tudtam valamelyest annyira hozzányúlni a kérdésekhez, és olyan szempontból vizsgálni az egészet, ahogy én is láttam, mi alatt beteg voltam. Tehát attól függetlenül, hogy te magad voltál a forrás, az eredendő, ez nem jelenti azt, bárki is azt gondolja, hogy ez könnyűvé tette ezt a filmet megcsinálni, úgymond, hiszen ez egy nagyon érzékeny terület mindenféle értelemben. Hogy bukkantál rá a filmet két főszereplőjére? Nagyon szerencsés vagyok, mert egyrészt, mivel havi szinten kell a fehérvári onkológiára járnom, még mindig egy-két kezelést kapok, és hát ugye vizsgálatokra. Nagyon jobban vagyok az onkológiai osztály vezetőjével és dolgozóival, és ott van egy kolléganő, aki, és természetesen osztályvezető főorvos úr, akik a segítségemre voltak abból a tekintetből, hogy Huber Timára, a főszereplő hölgyre rá vezettek, hogy úgy mondjam, hiszen egy véletlen folytán az egyik kis kolléganő találkozott a Timivel, és tudta, hogy én a filmemhez keresek egy olyan alanyt, aki linfómában szenvedett valaha, vagy hát jelenleg is szenvedhetne, mondjuk így csúnyán. De az volt a szerencse, hogy ő pont hát a 20-as éveiben járt, azt hiszem, hogy 20 éves volt, amikor ő ebben a betegségben szenvedett, és most 36 éves. És hát amikor meghallottam, hogy ő kismama, akkor nagyon nagy öröm volt számomra, hiszen ugye én is anyuka vagyok. Másrészt meg hát ugye más vetületet ad ennek az egész témának, hogy hát igen, ő már tizenvalahány éve túl van ezen a betegségen, és most jelenleg kismama, és hát ez azt jelenti, hogy van élet így is, ezen túl is. Úgyhogy a kórház és az onkológiai osztály segítségével bukkantam Timire. A másik pedig, hogy elkezdtem kutakodni, hogy mégis ezekben a... Mert ugye úgy volt meghatározva a pályázati kiírás, hogy vérképző és nyirokszervi betegségek legyenek az alap gondolatok benne. Tehát amikor elkezdtem kutakodni, akkor legelőször a Krisztiánra bukkantam rá, akit viszont, mikor megláttam, hogy Fehérváron él szintén, úgy mint Timi, és egy leukémiás alapítványt foglalkoztat, akkor így gyorsan rámentem a részletekre, és láttam a történetét, ami viszont annyira megragadott, hogy azt mondtam, hogy hát ezzel akár belefér ebbe a kategóriába, akár nem, nekem foglalkoznom kell, hiszen a leukémiás nem egészen a linfomáról volt nála szó, ugye, és a pályázati kiírás a linfomáról szólt, de természetesen ettől függetlenül őt is elfogadták, és hát nagyon örültem, hogy a Krisztián történetét is be tudtam mutatni, és pont azért nagyon jó az egész, mert mind a kettőnél már 10
egy néhány éve túl vannak ugye már a betegségen, és azt tudtam bemutatni, hogy van élet a betegség után is. No, mielőtt folytatnunk ezt a beszélgetést, nézzük meg, hogy mit mond egy nagyon kedves ifjú hölgy azokról a pillanatokról, amikor még a pokol legmélyebb bugyraiban járt. Timi és Krisztián szerencsésen meggyógyultak. A két Székesfehérváron élő fiatal már megjárta élete legrosszabb periódusát. Mindketten olyan rossz indulatú betegségben szenvedtek, ami az életükbe is kerülhetett volna. Timi 20 évesen középiskolásként kapta meg a Hodgkin limfoma diagnózist. A nyakamon lett egy csomó. Édesanyámnak megmutattam, és igazándiból elmentünk a házi orvoshoz, aki egyből tovább küldött mindenféle vizsgálatokra ide Székesfehérvárra, és elvégeztek egy-két vizsgálatot, de hála Istennek volt rokoni segítség, aki által felkerültem Budapestre a Kék Golyóba, és innentől kezdve elkezdődött a kálváriám, ami körülbelül egy évig tartott. Végtelenül egyszerű gondolatsor, annyi szent, viszont vele borzongok, akárhányszor látom. És ennek kapcsán hadd kérdezzem meg, hogy hogyan sikerült ilyen mélységesen egyszerű, puritán módon megközelíteni ezt. Itt a képi világra gondolok, hiszen bármennyire is furcsa, a látványosság ilyenkor nagyon sokat segítene. Ugyanakkor a hollywoodi csöpögős történetektől ti nagyon elvonatkoztattatok, hála Istennek teszem hozzá, és nagyon-nagyon olyan, hogy mi magunk, egészséges emberek is át tudjuk élni. Hát szerintem egyrészt nem kellett hozzá más, mint a Timi. Tehát az ő szépségével kismama, ugye, tényleg rá kell nézni, sugárzik az egészségtől. Én azt gondoltam, hogy nem kell hozzá más, mint hogy bemenni az ő nappaliába, és ott a saját környezetében, a saját kis tényleg a fényképeket mutatva, a kis lakberendezési tárgyaikat mutatva, nem kell ehhez nagyobb eszközökhöz nyúlni. Egyébként a Krisztián esetében szintén ugye otthon forgattunk, ővel egy kicsit kimentünk a tópartra is, és ott viszont az volt a koncepció, hogy nála, amikor a betegségről van szó, akkor ugye bent vagyunk a szobájában, és amikor már az azon túliakról beszélünk, tehát a jelenről, ami már a mai nap van, ott kicsit már a szabad ég alatt, egy kicsit sétálósan, tehát egy kicsit másképp mutatjuk meg. Hogy sikerült megúszni azt, még egyszer azért felteszem a kérdést, hogy nyisd meg a könyvcsatornákat? Szerintem ezt nem sikerült megoldani, mert a film végén megnyitjuk. De ettől függetlenül én azt gondolom, hogy a Timire rá kell nézni, ő mosolyog végig. Ugye itt, ahogy elmondta, az előbb is láthattuk a betegségéről, a felfedezésről beszél, és akkor is mosolygott, nyilván azért, mert már túl van rajta. Krisztiánnál vannak olyan mélypontok egyébként a filmben, ahol ő maga elsírja magát, és hát nekem is nagyon nehéz volt a kérdést úgy feltenni, hogy én ne sírjam el magam. Mégis ettől függetlenül próbáltuk feszesre venni az egészet, tehát próbáltunk olyan részleteket kivenni belőle, hogy ne menjen el túlzásba azért. Bármennyire is megérdemelte volna maga ez a téma egyébként, nem csak az, hogy egy 25 percet vágjunk össze belőle, mert egyébként szerintem mind a kettőjüknek a története olyan, hogy órákig lehetne nézni. Nyilvánvaló. Ez az életigenlés himnusza, én legalábbis így fogalmaztam meg, amikor megnéztem. Most nézzük meg Krisztián, mégpedig azért, mert hogy az imént említette, de ő egy teljesen más történet. A férfi ember módjára viselte, viszont mindaz, amit mond, belülről fakad, és azt hiszem, hogy a férfiként ezt legalább olyan nehéz elviselni, mert hiszen azért tudjuk mi a teremtés koronái, hogy a nők erősebbek nálunk ilyen helyzetekben. Aznap, mikor jöttem volna haza a kórházból, mikor felkeltem, először is a bőrömön jött ki, mikor felkeltem és belenéztem a tükörbe aznap reggel, akkor egy néger nézett velem szembe, konkrétan ezt ténylegesen mondom. Ugye egy hiperpigmentáció lépett fel a bőrömön, amit az idegensejtek okoztak. Nagyon meglepődtem és meg is ijedtem, habár erre már fel voltam készítve, de erre sem nagyon lehet igazából felkészülni. Ez a bőrön kívül az, hogy bőrbarnaságot okoz, ez belső problémákat is tud okozni, megtámadhatja a bélrendszerét az embernek. Étkezni én 2 hónapig nagyon nem tudtam.
Egyrészt a szám nagyon sebes volt, ugye a nyálkahártya a különböző kemoterápiás kezelések erős terek hatására az úgy, mint volt, eltűnt. Inni sem tudtam nagyon semmi más, csak a tiszta vizet, ugyanis minden más, ha már szörpöt raktam bele, vagy üdítőt szerettem volna fogyasztani, minden más marta a számot. Tehát 2 hónapig tiszta víz diétára voltam fogva, ami nagyon jó volt, hogy volt súlyfeleslegem. Én 103 kiló voltam, mikor a transzplantációs boxba lekerültem, és utána, amikor ez a folyamat lezajlott, 2 hónap után 46 kilogram voltam. Először is magyarázzuk meg a szakszavakat, hiszen hogy a köznapi ember is értse ezt a betegséget. No igen, meg az előzményét és egy az picit, előzmény. Mert ugye most egy kicsit a részletekbe belementünk. Ugye Krisztiánnál akut mieloid leukémiát fedeztek fel, ő 25 évesen élte az életét, a Balaton partján élt még akkor, a párjával éppen tervezgették a jövőjüket, családot akartak, lakást vásárolni, és a többi, ahogy egy 25 éves fiatal embernek ez szokás, és egyik napról a másikra véletlenszerűen egy patikában azt mondták neki, hogy menjen el egy vérvételre, mert hát annyira sápadt, hogy biztos, hogy van valami baja. Természetesen kétkedve fogadta, de azért motoszkált benne, hogy azért csak el kéne menni, és az első ilyen vérvétel, 2 napra rá elment ugye vérvételre, és az első vérvétel alkalmával mondták neki ezt a szörnyű diagnózist, amit ugye el se tudott képzelni, hát 25 évesen teljesen egészségesnek képzelte magát, és azt mondták neki, hogy 2 napja van arra, hogy felszámolja az életét, és hogyha nem cselekszik és nem kerül azonnal a kórházba, 2 hete lett volna, tehát 2 hét alatt lefolyt volna nála a betegség. Na most jött kemoterápia, sugárterápia, minden, ami létezik, tényleg szegény, tehát tényleg megjárta a poklot, hiszen ugye azzal, hogy kikerült a munkavilágából, táppénzre nem tudott menni, mert egy vállalkozónál dolgozott, nem volt bejelentve, nem tudott rokkannyugdíjat igényelni, és a többi, tehát anyagilag nagyon megviselte, nem csak anyagilag, szervezetileg és mindenhogyan, lelkileg is, és hát egy év múlva, miután megtudták, hogy kiújult a betegsége, csontvelő transzplantációra volt szükség. De most itt ebben a részben azt meséli el, hogy ez már a csontvelő transzplantáció következménye, illetve mellékhatása volt. Én erre a pontra figyeltem fel, amikor ezt olvastam róla, hogy hát a bőre is befeketedett, és hát ahogy nekem is elmesélte, ezt ott megtapasztalni egyszerűen tényleg szörnyű lehetett, és ugye el is meséli a filmben, hogy azt hiszem, hogy 3 évébe telt, mire a bőre rendeződött, és hát ugye azok a nehézségek még felléptek, miután már egészségesnek mondhatta magát, hogy ugye a munkavilágában nem volt egyszerű visszakerülni, hiszen egy barna bőrű embert, ahogy ő is mondja, nem igazán szeretnek foglalkoztatni, ugye jöttek a különböző megkülönböztetések, és a többi, és hát ahhoz képest ugye ma már teljesen más életet él. Voltak nehézségeid a forgatáson, függetlenül attól, hogy te megélted a történet egy bizonyos részét hasonlóan? Mert hogy én azt vettem észre, hogy ez teljesen mesterkéletlen. Tehát itt minden valóságos, minden egyes pillanat. Nem mondanám nehézségnek, igazából az érzelmi része volt nehézség. Mind a kettőjükkel abban a pillanatban, ahogy megbeszéltük, hogy mi ezt szeretnénk leforgatni, és igent mondtak, nagyon-nagyon könnyű dolgunk volt. Szerintem pontosan ezért, mert mind a hármunknak egy a célunk, az, hogy megmutassuk mindenkinek azt, hogy túl lehet élni egy ilyen betegséget, ha időben el van csípve. És ezért nagyon-nagyon készségesen álltak hozzánk. Egyszerűen leültünk a kameránkkal, én kérdeztem, válaszoltak mind a ketten, kendőzetlenül mindent, teljesen őszintén és egyszerűen. Egy ilyen filmet csak jól lehet megcsinálni, rosszul nem érdemes. Tehát csak nagyon komolyan kell venni, hát így is történt, hiszen Ádám és Dani, Hódi Daniról beszélünk természetesen, és kellően komolyan vették. Hogy sikerült a forgatókönyvet ilyen feszesre húzni, hiszen azt említetted a beszélgetésünk elején, hogy akár egész estét betöltő történet is lehetett volna? Most így visszagondolva, mert nem annyira tudom, hogy, mert ugye itt nálunk a szerkesztőségben nagyon kevés lehetőség van arra, hogy a napi munkánk mellett plusz komolyabb dolgokkal is tudjunk foglalkozni, és így, ahogy mi megfogalmaztuk a diátadón, lopott időkben sikerült megcsinálni a filmet, úgyhogy én egyik nap leültem, amikor már készen állt a nyersanyag arra, hogy dolgozzunk vele, leültem, elvonultam, és nekiálltam egy rövid narrációt írni. Én nem akartam én magam elvinni a szöveg részét, tehát én azt szerettem volna, hogyha 2 főszereplő mondja el nagy részben, hogy mi történik,
néhány kérdés benthagyva, és hát természetesen ahol kell tudományos részt, betegségek leírását és a többit nagyon röviden elmagyarázva, mert a 25 percben azért nem lehet mindent belesűríteni, de a lényeget mindenképpen szerettem volna. És hát tényleg az Ádám meg a Dani nagyon-nagyon jó partnerek voltak mind a ketten. Ádám egyszerűen a képi megvalósításával, a ráközelítéseivel, ahogy egy portré jelleggel próbálunk beszélni, és tényleg amikor olyan érzelmeket mutat például a Krisztián is, de akár a Timi is, kellőképpen abban az időben pont tudta azt, amire nekem szükségem van, és amit én szeretnék megmutatni, nem kellett egy szóval sem mondanom, hogy mit csináljon, teljesen ráérzett. A Dani meg, hát az összes megvalósítása, ugye a hangnak is, hát ugye jó kis zenéket választottunk hozzá, ezt mondhatom büszkén, mert szerintem nagyon jó zenéket választottunk, sőt volt olyan rész, ahol nem én választottam, mert nem tudtam ott lenni, és akkor egyet-kettőt ő maga kitalált, hogy hogyan kellene megvalósítani, meg hát az összes vágási rész a Daninak, tehát egyszerűen lestünk tényleg az Ádámmal, amikor bebeülögettünk a vágásnál, hogy tényleg hogyan tudja megoldani ő úgy, ahogy én szeretném. Tehát igen. Nagyon fantasztikus. Ez egy gondolatgazdag történet, hogy mi is a vége, azt nézzük meg most közösen együtt. Ha kell, akkor könnyezzünk, de inkább mosolyogunk. Én ahányszor látom, megkönnyezem egyébként. Hát igen, áll a szőr a kezemben. Sohajtottam egy nagyot, ámen mondanám. Köszönjük szépen. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan jelentőségteljes pillanat mindnyájátok életében, és azt gondolom, hogy mindenkinek, aki látta, hogy a gyógyult utakon igenis majd bizonyos értelemben folytatást igényel, én bízom benne, hogy lesz folytatása, mert sajnos szükség van a hasonló alkotásokra, és köszönjük szépen, és gratulálunk. Nagyon szépen köszönjük, és aki nem látta még, annak mindenképpen javaslom, hogy nézze meg. Így lesz, rövidesen műsorra tűzzük. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tehát még egyszer mondom, Séda Szilvia szerkesztő, rendező, kolléganőnk volt a vendégünk, hiszen a hétvégén egy rangos pályázaton fődíjat nyertek a Gyógyult utakon című korszakos filmmel. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra!